Életműdíjat kapott a hatvani kórház főorvosa. Idén is több diáknak biztosított nyári munkát az önkormányzat. A Vadasparkban éjszakázhattak a látogatók. Jó estét kívánok, Szenicei Csaba vagyok, ez a Híradó, kezdünk. Battyán Stratmann László díjjal jutalmazták Frejli Géza sebész főorvost a 60. Albert Schweitzer Kórház Semmelweis napi ünnepségén. A magas rangú elismerés egyben életműdíj is, amit évente legfeljebb 40 fő kaphat meg. A főorvos a díjat Stankovics Évától, a gyógyintézmény főigazgatójától vehette át. Rangos elismerést kapott Frejli Géza, a 60. Albert Schweitzer Kórház sebész főorvosa, akit a kisvárosi kórházak együttműködésének jegyében Weisz Péter, a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház igazgatója terjesztett elő a Battyán Stratmann László díjra. Frejli Géza 5 évtizedet töltött a 60. kórházban, amelynek az igazgatója is volt. A sebész a Semmelweis napi ünnepségen értesült arról, hogy a munkája elismeréseként megkapta a kitüntetést. Kórházban én vagyok a legidősebb egyébként, mint orvos, aki dolgozik. És ilyenkor átgondolja az ember azt, hogy valóban megérdemli-e, mondjuk mindig ez kerül előtérbe részemről is, mert engem mindig csak a munka és a betegek ellátása foglalkoztatott, úgyhogy nem az, hogy érdemet valamilyen módon kapjon, vagy érdemelismerést. A sebész főorvos hozzátette, munkája során minden beteget nagy empátiával kezelt. Az érdem biztos, hogy az abban lehetett, hogy szolgáltam én az embereket, és igazi szolgálat ez a valóságos, hogy minden hátsó olyan családterhére időnként nem a pénz számított, hanem az, hogy a jó érzésem legyen az, hogy valaki kijön abból a bajból, és mosolyogva megy el. Tehát ez egy olyan boldogságérzés, hogy ezt már nem tudom úgy másképp kifejezni, hogy ebbe jó lenni, ebbe élni, és úgy az ember átitatja ez az érzés. Na, hát körülbelül ez a sikernek a titka. Frejli Géza már túl van a 80. életévén, de még mindig aktívan dolgozik, a munkájára pedig nagy szükség van. Ahogy mondja, nagy műtéteket már nem vállal, de a kisebb beavatkozásokat igen. Így a szakrendeléseket viszi, sőt még ügyelni is szokott. Az egyik legnagyobb küldetése pedig a fiatalok oktatása. A technikai tudások mellett a fiataloknál a mechanikai, tehát a kézi munka, úgy mint a más területen is, ugye azok háttérbe szorultak. Itt is a sebészet területén is már nagyon háttérbe szorul, de időnként kell. Na most ezt is át kell adni, tehát a varrat technikától kezdve sok minden, ami kézzel történik. Tehát az sem szűnt meg, és kell, és sokszor ez előfordul, hogy még segítségre is szorulnak. Hát ez, amit próbálok átadni még, én ezt a tudást, ők meg már uralják a technikai tudást. A sebész főorvos kiemelte, addig szeretne dolgozni, amíg azt érzi, hogy valóban szükség van a munkájára. Tudása és a munka iránt érzett szenvedélye pedig kellő energiával látja el ahhoz, hogy a tapasztalatait továbbra is átadja a fiatalabb sebész generációnak. Javában tart a nyári szünet, sokan döntenek úgy, hogy a vakáció ideje alatt munkát vállalnak, hogy plusz pénzhez jussanak és megismerkedjenek a munkavilágával. 60-ban idén is népszerűek a kulturális intézmények, júliusban és augusztusban 25 főt foglalkoztatnak ezeken a helyeken. A Meló Diák Iskola Szövetkezet becslései szerint pedig országosan összesen 100 000 diák vállalhat munkát az idei szezonban. Hoztam nektek a könyveket. Digitalizáló feladatot végeznek a 60. Lajos Múzeum diák munkásai. A tanulóknak idén is volt lehetőségük munkát vállalni a 60. intézményekben. Györkei Nikolett most először vesz részt a diák munkaprogramban. Azt mondta, jó lehetőségnek tartja, mivel így megismerkedhet a munkahelyi légkörrel, mielőtt a munkaerőpiacra kerülne. A tapasztalatot is szerettem volna szerezni, meg ki akartam magam próbálni, és igazából így gyűjteni nem gyűjtök nagyon semmire. Kökény Ferenc, a 60. Lajos Múzeum vezetője elmondta, igyekeznek a fiatalok képességeinek megfelelő feladatokat találni, olyan területeken alkalmazni őket, ahol fejleszthetik készségeiket. Mindig hasznos munkát tudnak végezni, főleg, hogyha egy fegyelmezett társaság van, nem minden évben egyforma, de értékes a munkájuk, mert kiállítási elemeket, jó nagy darabokat a fiúkkal cipeltünk, úgyhogy van, mikor nagyon sok minden összejön, aztán vannak olyan napok, amikor a fiúk is beülnek digitalizálni az irodába, illetve szoktunk fordítani velük, fordítatni szövegeket, hogyha olyan jó képességű és jó nyelvtudással rendelkező diákunk van, akkor azt nyilván használjuk.
Az Ady Endre könyvtárba látogatók is találkozhatnak nyáron diákokkal, itt is több fiatalt foglalkoztatnak a szünidőben. A 18 éves Orbán Anna Lili a továbbtanulás miatt döntött úgy, hogy a vakáció ideje alatt munkát vállal. Ez az első alkalom, hogy jöttem diákmunkára, és hát szeretném az egyetemi tanulmányaimra gyűjteni a pénzt, és ezért jöttem el ide. Vitainé Kepes Gabriella, a gyermekkönyvtár részleg vezetője elmondta, a diákok 6 órában dolgoznak náluk, akiket a polgármesteri hivatal közvetített ki hozzájuk. Kisebb-nagyobb takarítások vannak folyamatban, ebben segítenek, és nagyon nagy segítségünk lesznek a jövő héten, amikor táboroztatunk. Ugye lesz nekünk ez a Szél Rózsa mesetáborunk is, itt a gyerekek mellett nagyon nagy segítség, hogy ők itt vannak. A tanulókat a 60-i járási hivatal foglalkoztatási osztályán keresztül állami támogatással alkalmazza az önkormányzat, így júliusban és augusztusban összesen 25 diáknak biztosítanak munkát. Jagodics Milán kabinetfőnök elmondta, fontosnak tartják, hogy a fiatalok megismerkedjenek azokkal a folyamatokkal, melyek egy város működéséhez kellenek. Évek óta örömmel fogadjuk a diákok segítségét így nyáron, hogy részt vegyenek azokban a munkákban, munkakörökben, amelyekben egyébként egész évben itt az önkormányzat körül dolgozó szakemberek is. Főként a hatvani kulturális intézményekben tudnak elhelyezkedni a diákok, így a múzeumban, a Grassalkovics Művelődési Házban, illetve az Ady Endre Könyvtárban, valamint itt a hatvani polgármesteri hivatal hatósági irodáján, illetve a műszaki irodán is lesz majd egy-egy diákmunkás. Becslések szerint az idei nyári szezonban országosan összesen 100 000 diák vállalhat munkát számos területen, így például a kereskedelemben, vendéglátásban, iparban és mezőgazdaságban. Gyermekközpontú programokkal várták a látogatókat a 60-i vadasparkban. A megszokott nyitvatartási idő után betekintést nyerhettek az érdeklődők az állatpark éjjeli életébe. Emellett a park fenntartói bográcsozási és nyársalási lehetőséget is biztosítottak a vendégeknek. Kígyózó sor állt a vadaspark bejárata előtt, így várták a látogatók a létesítmény esti programjának kezdését. A vadasparkban ugyanis a zárás után sem állt meg az élet, egy kalandtúrán vehettek részt a látogatók. A 60-i szolgáltató Kft. Szervezésében megvalósult családi programon bárki betekintést nyerhetett az állatpark éjszakai életébe, ahol a gyerekek a nyulakat és a szamarakat is megetethették, valamint a park többi lakóját is megismerhették. Tímár Dávid elmondta, már hagyomány, hogy megrendezik az eseményt, amely minden évben népszerű. A legtöbben családosok jönnek, gyerekek, de nagy családosok és idősek is szintén el szoktak jönni hozzánk. A visszajelzés az pozitív, mind telefonon, mind pedig a Vadaspark Facebook oldalán rengeteg üzenetet kapunk, hogy jól érzik magukat az itt eltöltött idő alatt, egy jót levegőznek, tényleg azért megfigyelhetik az állatokat, állatok éjszakai viselkedését, szokásait, ami azért egy újdonság az ide látogatóknak. Hozzátette, hogy a Vadaspark a családoknak és a baráti társaságoknak rendszeresen biztosít kikapcsolódási lehetőséget. Bográcsozó és nyársaló helyeket alakítottak ki, amelyeket bárki igénybe vehet. Az esti programon sötétedéskor fáklyákkal világították ki a parkot, így lehetőség nyílt megfigyelni az állatok éjszakai viselkedését is. A rendezvényen több mint 550 ember vett részt. Július 14-én 18 órától a Duo Nicole klasszikus zenei koncertjén szórakozhatnak az érdeklődők a 60-i Lajos Múzeumban. Az eseményen Ürmös László brácsa művészt és Ürmösné Fehér Nikolett zongora művészt hallhatják a látogatók. Idén is a 60-i Lajos Múzeum udvarán tart jó hangulatú előadást a Szirkék Kondek Zsolt vezetésével. Az ingyenes esemény augusztus 5-én lesz, este 6 órától. Lecsóta Keceléből hagyományőrző fesztivált tartanak Zsámbokon. A programra látogatók megismerkedhetnek a település hagyományaival, értékeivel, valamint a helyi alkotók munkáival és a paprika termesztés sajátosságaival is. A kétnapos eseményen fellép majd Szantusz Barbara is, a Unique együttes, valamint tűzijáték is lesz.
Szerdán tetőzik a kánikula, napközben 32 és 38 fok közé forrósodik a levegő. A napsütés mellett már erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak, hevesebb viharok is lehetnek felhőszakadási égeső kíséretében. Csütörtökön egy hideg front érkezhet feltámadó északnyugati széllel, záporokkal, zivatarokkal, 25 és 35 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. Péntekre országszerte mérséklődhet pár fokkal a hőség, de ez csak átmenetinek tűnik. A mérsékelt szélben 28-33 fok közötti csúcshőmérsékletekre van kilátás. Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink. Most a Mesepercekben a 3 nyúl című mesét hallgathatják meg a gyerekek. Ezt követően a kommentár vendége Cserényi Gyula kutató űrhajós jelölt lesz. Ezt követően az élesztőben a véradás fontosságáról lesz szó. Adásainkat visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán. Híreinket pedig megtalálják a 60ihirlap.hu weboldalon. Ha tehetik, maradjanak velünk továbbra is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!